A rendőrség nagyon fontosnak tartja a megelőzést a különböző bűncselekmények kapcsán. A tavasz közelettével növekszik a betöréses besúranásos lopások száma, hiszen mi kimegyünk a kiskertbe, vagy a ház körül végzünk különböző munkálatokat, gyakran nem zárjuk be az ajtókat. Ez pont elég ahhoz, hogy egy tolvaj elvigye könnyen mozdítható értékeinket. Az első dolog és legfontosabb az ugye az, hogy minden egyes ajtót, ablakot zárva kell tartani. Ez nem csak a családi házakra vonatkozik, hanem ugyanúgy az emeletes házakra, lépcsőházakra, illetve a házhoz tartozó egyéb helyiségeknek a, a zárva tartására is. Itt gondolok ugye garázsra, külső mm, kis szerszámos helyiségekre, ilyenekre. A betörések ellen hogyan tudunk védekezni? Betörések ellen? Az első és legfontosabb dolognak tartjuk azt, hogy a földszinti lakásokat lehetőleg szereljük fel minél több olyan zárral, illetőleg olyan védelmi eszközzel, amelyekkel ugye megelőzhetők ezek a cselekmények. Itt gondolok például rácsok felszereléséről, az ajtókon ugye több zár vagy több hengeres zárnak a felszereléséről, és így akkor a a leendő elkövetők is nehezebben fognak bejutni abba a helységbe, ahova szeretnének. Tetézi Szilvia rendőrhagy nagy hozzátette, fontos, hogy a tulajdonunkban lévő műszaki cikkek, a mobiltelefonok, kerékpárok azonosító száma legyen feljegyezve, hiszen egy felderítésnél könnyebben beazonosítható, hogy az adott tárgy honnan lett eltulajdonítva. A nagyobb értékű ékszereinkről pedig készíthetünk fotókat, mely szintén segíti a nyomozást. Tudnál példát mondani esetleg besúrenásos betörésekre? Természetesen ugye vannak olyan események, amik ugye, vagyis nálunk ugye lecsapódnak ezek a, a dolgok. Itt például gondolok arra, hogy mondjuk emberünk beszélget valakivel kint az utcán, és mondjuk két emberrel valami miatt, ugye őt megállítják, beszélget, az egyik elvonja a figyelmét, a másik pedig bemegy a házba, és ott... Általában már előzetesen tudják, hogy hol rejtik az értékeket, nagyon gyorsan magához veszi ezeket az értékeket és kimegy, és a sértetünk nagyon sokszor nem is érzékeli, illetőleg nem is veszi észre, hogy mi történt. Csak egy-két-három nap múlva, amikor ugye látja azt, hogy az értékek nincsenek meg. Ez sajnos azért problémás, mert sokszor nem is tudjuk azt behatárolni, hogy pontosan milyen időtartam, vagy hogy mi, mikor volt az egész cselekménynek az elkövetése, és így a nyomozás is ugye egy kicsit nehezebb lesz. A fiatalok mostanában egy ideje a közösségi oldalakat ugye nagyon aktívan használják, és gyakran a szülők nem is tudják, hogy milyen fényképeket töltenek fel oda a gyerekek. Itt mire kell odafigyelni? Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tudassuk a lakossággal, ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nem kell a, a házban lévő különböző értékekről, értékes festményekről, ékszerekről fényképeket feltölteni a Facebookra, illetve a másik dolog, ami szintén nagyon fontos, hogy ne tudassuk mindenkivel azt, hogy az egész család ekkor és ekkor ilyen időtartamig nem fog otthon tartózkodni, mert ki tudja, hogy milyen ismerőseink vannak, vagy ugye megy a Hír, hogy ez a család éppen ekkor nincsen otthon, is, akár könnyebben is ugye áldozatául eshetünk ilyeneknek. Amit nagyon fontosnak tartunk egyébként ilyen ö, ö, nyaralások esetén, hogy a szomszédokat minden esetben ugye érdemes ö, tájékoztatni arról, hogy mettől meddig nem vagyunk otthon, és hogyha nem vagyunk otthon, akkor legyenek oly kedvesek, és figyeljenek a házunkra, ha probléma van, akkor pedig értesítsék a rendőrséget, illetve ugye minket, tulajdonosokat. Mit tehetünk akkor, hogyha észleltük mégiscsak a lopást? Ha lopást észlelünk, akkor ugye minden esetben rendőrséget kell hívni. Amit a legfontosabbnak tartunk az az, hogy semmiképpen és senki ne nyúljon semmihez. Tehát sokszor látunk olyat, hogy a hölgy vagy a, a, a háztulajdonos azért, hogy ne lássa a rendőr, aki kimegy, hogy ö, milyen állapotok uralkodnak, hogy éppen nincs beágyazva, vagy valami, rendet rak. Na hát ezt nem szabad. Mindenképpen szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki ilyet észlel, az ö, a helyszínt úgy, ahogy az elkövető hagyta, azt ő is hagyja úgy, mindaddig, amíg a kollégánk kiérkeznek, ott egy helyszíni szemlét foganatosítanak, és az alapján pedig ugye mi vagy a rendőr, ugye a hátrahagyott nyomokból dolgozik, mi abból megpróbáljuk rekonstruálni a cselekményt. Akkor mit tehetünk, hogyha, ne Isten még ott tartózkodik a betörő? Nagyon fontos dolog, ne kezdjünk el a betörővel hadakozni, minden esetben rendőrséget hívjunk, illetőleg ö, ajánlatos a környékről, ugye szomszédokat, ilyen olyan ö, személyeket, akik ugye tudják tanúsítani azt, hogy pontosan mi történik, de ne hadakozzunk vele, mert nem tudhatjuk, hogy az adrenalin az hogyan viselkedik ugye az elkövetőben, hogy mi mindenre képes. A húsvéti nagybevásárlásokra való tekintettel a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy fokozottabban figyeljenek oda a bevásárlásokra, Központok parkolóiban arra, hogy az autóikat ne hagyják nyitva, ne hagyjanak az ülésen táskát, illetve ne hagyják figyelmen kívül értékeiket, mert gyakran ezt használják ki az elkövetők.